Üdvözlöm nézőinket! Rövid hírek és TV archívum szerepel terítéken a Rozsnyói magazin mai adásában. Indítsuk a műsor első perceit tehát aktuális hírekkel. Június 21-én szombaton nyitott a kapuit a Városi Strandfürdő. A 34. nyári idényt hűvös idővel, kevés látogatóval kezdte a nyári sportlétesítmény. A nyári szezonban a közlekedési játszótérre is belépést nyújt a strand. 50 centért vásárolhatnak jegyet a pénztárnál. A szolgáltatások közé tartozik a reggeli úszás, amelyre bérletek is válthatók. A hónapos bérlet 13 euró, heti bérlet 3 euró 50 cent, egyszeri belépő a reggeli úszásra 1 euróba kerül. A strand belépők az idén sem változtak. Az egész napos felnőtt jegy 2 euró 50 cent, gyerekeknek 10 éves korig 1 euróba kerül. A félnapos jegy 15 órától érvényes. Felnőtteknek 1 euró 50 cent, gyerekeknek 10 éves korig 50 cent a belépő ára. A hónapos felnőtt bérlet 23 euró 30 cent, a gyerekeknek 10 éves korig a hónapos bérlet 10 euróba kerül. Családi nap és turisztikai kiállítás. Balázskert címmel június 21-én nyitotta meg kapuit a Várhosszúréti turisztikai látogatóközpont a helyi Józsefina panzióban. A gömörtornai karszban található természeti látványosságokat, kulturális történelmi emlékeket és idegenforgalmi szolgáltatásokat népszerűsítő látogatóközpontot Zakariás István, Kassa megye alelnöke nyitotta meg. A kassai Rovás galériában elkezdődött a rozsnyói nyár. A Bányászati Múzeum és a Rovás Akadémia közötti együttműködés az idén is folytatódik Rozsnyói nyár Kassán című kiállítás sorozattal. A szecesszió két elismert művészének, Tihi Gyula és Tihi Kálmán tárlata a sajóparti kisváros ma már letűnt múltszázadi hangulatát idézi fel. A kiállítás július végéig látogatható. Rövid hírek után pedig TV archívumot láthatnak az adás második részében. 10 évvel ezelőtt többek között 3 millió korona és a fiatalabb a kedvéért pedig 95 ezer euró akadt a városi kasszában a strand felújítására. 2004-ben az anyagok SVHS minőségben készültek, s bár az anyagokat digitalizáltuk, ám a kép és hangminőség még így is hagy kívánivalót maga után. Koszorúzási ünnepséget tartottak városunkban a holokauszt áldozatainak emlékére. 1944. június 8-án 400 zsidót hurcoltak el Rozsnyóról, kegyetlen körülmények között vagonokban. Először Diósgyőbe vitték őket, majd Auschwitzba. Többségük a haláltáborban elpusztult, néhányan visszatértek szülőföldjükre. Évről évre kevesebben jönnek el emlékezni a rozsnyói főtérre június 8-án. Az idei emléknapon alig 50-en vettek részt a koszorúzási ünnepségen. Köztük volt az egyetlen 77 éves rozsnyói túlélő. Alig 17 éves gyerek voltam, és átéltem mindent. Hát Rozsnyó mi történt? Hát egy része a lakosságnak, hogy úgy mondjam, kétségbe volt esve, a másik része örült. Sajnos ez volt az igazság. Régi adósságát törlesztette a város, amikor 3 éve egy fémbe öntött emléktáblát helyezett el a városháza falán az elhurcolt zsidó áldozatok emlékére. Június 8-án azóta itt zajlik az emlékünnepség. Tavaly nyilvános gyűjtést hirdetett a városi önkormányzat a holokauszt emlékmű elkészítésére. Az volt az eredeti célunk, hogy a mai napon leleplezték van ezt az emlékművet, sajnos ez több technikai műszaki okból nem jött össze. A nyilvános gyűjtés meghosszabbította a város június végéig. Az előzetes tervek szerint az emlékművet a köztemetőben állítja fel az önkormányzat. A szövetség a közös célokért 11 területi irodája a vállalkozás fejlesztési program után új pályázati programban való részvételt vállalt fel, vidékfejlesztési adatbázis elkészítését.
Rozsnyón a Rákóczi Magyar Házban található területi iroda volt a házigazdája annak a rendezvénynek, amely fórum formájában térképezte fel a régió helyzetét. Olyan szakemberek vettek részt a találkozón, akik a járásban stratégiailag meghatározó területeken dolgoznak. A mezőgazdaság, idegenforgalom, környezetvédelem, a kultúra vagy a közigazgatás területén. Ugye a szlovákiai építésügyi és régiófejlesztési minisztériumnál pedig egy olyan EU-s pályázaton lettünk sikeresek, amely egy vidékfejlesztési adatbázis készítésére ad most pénzt nekünk, ad fel jogosultságot. Utólagos finanszírozású a program, státustörvénykörül tájékoztató munka mellett a régiók fejlesztésére, a vidék fejlesztésére összpontosítsunk. A találkozó jelen volt a ProProfession alapítvány elnöke, dr. Enc Géza, és az alapítvány vidékfejlesztési tanácsadója, aki a találkozót értékelve a járásban szétaprózódott törekvésekkel találkozott, és nem közös gondolkodással. Itt van egy nagyon érdekes helyzet most az Európai Uniós csatlakozás után. Magyarország is és Szlovákia is tagja az Európai Uniónak. Az Európai Unióban vannak arra lehetőségek, hogy kulturálisan, történetileg, gazdaság számos elemével egymáshoz kapcsolódó területek megpróbáljanak egy közös programban együtt dolgozni és kihasználni a lehetőségeiket. Persze, ehhez hozzá kell, hogy tegyem, hogy nem megy másképpen csak akkor, hogyha az itteni szereplők, tehát mint aki kulturális, gazdasági, közigazgatási és más szereplők együttműködése válik lehetővé. Tehát nagyon erőteljes együttműködés és nagyon alapos közös gondolkodás alapozná meg ezt a programot. Egy vidékfejlesztési stratégia elkészítése, amire uniós pénzforrások szabadulnának fel a gömöri régióban, létkérdés. Az említett szereplők között benne van Rozsnyó is. A város sikeresen pályázott stratégiai fejlesztésre. A pályázat kidolgozására közel 1,5 milliós pénzcsomag áll rendelkezésre. 8 hónap alatt gazdasági és szociális fejlesztésekben kell célokat és prioritásokat kidolgozni. A városi strand felújítására 2 versenytárgyalást is meghirdetett az első rozsnyói részvénytársaság. A medence felújítására közel 2 millió korona értékben, és a területrendezésre 844 ezer korona értékben. Amíg a területrendezést a Jépésztav irányítja, a medence felújítását az Alba Presov cég végzi. Ha a képviselőtestület nem szavazta volna meg a felújítási pénzcsomagot, a strand az idén zárva marad. Hogyha ez nem lett volna, és a mostani felújítás nem lett volna, akkor ezért nem csukjuk a strandot, biztos. Az 50x21 méteres medence felújított betonfelületét speciális kék fóliával vonja be az Eperjesi cég. A munkálatokra 10 éves garanciát vállalt. Az előttünk álló nyári szezonban felújított zuhanyozók, ivóvíz lehetőségek várják a strandolókat, a felnőttek számára drágább, 40 koronás belépővel. Hány fős személyzettel dolgoznak az idén? 7 állandó személyzetünk, és nyarra alkalmazunk 10 úgynevezett szezonmunkást, többnyire fiatalokat, akik aztán ellátják a különböző feladatokat itten, úszómesterek, felügyelet a gyerekmedencéknél, jegyellenőrzés, stb. Egy héttel korábban, június 12-én nyit a strandfürdő. A Rozsnyói Részvénytársaság tehát felkészült. Így már csak a felhőtlen égbolt hiányzik, hogy a régió legszebb strandján töltsék sokan a nyár verőfényes napjait. Akadálymentes közlekedés biztosító bejárat épül az önkormányzat épületéhez. A 2004-es költségvetésben már szereplő közel 1 milliós beruházás megkezdését utolsó ülésen hatta jóvá az önkormányzat. Az mi vozsavali trok alternatíva, se szaurobi nájazd, áno, pred samotný vstup mestského úradu. Respektíve druhá alternatíva je tá, že by sa urobil nájazd tým spôsobom, že by sa sprístupnila zase pre imobilných, sprístupnil aj tento priestor, to je veľká zasadačka. A potom ďalej by pokračoval tento vstup už vnúka v samotnom areáli ako budovy. A ešte je tu aj tretia alternatíva, že
rieši to formou výťahu. Ovšem, ja osobne si myslím, že formou výťahu dá sa to riešiť, ale asi by to bolo také komplikovanejšie. A mozgássérültek számára készülő új bejárattal együtt átépítésre kerül a hivatal előtti parkoló és járdarendszer. Az előzetes tervek szerint a munkálatok augusztus végéig tartanak. Meghatározó vioni gondolatok Gál Tamás előadó művész tolmácsolásában. A hangszereken közreműködő társak segítségével egy 15. századi vioni költői világot próbálnak közelebb hozni a rozsnyói magyar diáksághoz. Nagy mértékben segítenek a társak, nagyszerű zenész kollégáim, Kovács Marcell és Salai István, akik korabeli zenei feldolgozásra alkalmazták Vion verseit. Vion a világirodalom igazi fenegyereke. Szinte egész életét a bitófa árnyékában élte, lopott, rabolt, gyökolt és csavargott. Mégis a Sorbonon szerzett műveltségét többszörösen kamatoztatta verseiben. Balladáit a korabeli Franciaországban rengetegen ismerték, szinte szájról szájra jártak. Számomra a legkedvesebb balladákat választottam ki, és a testamentumot. Csak talán egy parányit tudok mutatni Vion életéből, Vion irodalmából. A verejtőt nyakamig elborított, pörögve haraptam a takarót. Az elhangzott balladánkat Faludi György fordította. Így Vionon a francia költőn keresztül bemutatta az utókornak a 15. század ébredő humanizmusát, és akkor még csak pislákoló szabadság szellemét. Mikor a nyárhoz oly áldott lett a teste, mint amilyen áldott a vízpartján a rét, a vízpartjához ment egy nyári este, és beledobta a sok Június 30-áig fizethetők be az ingatlanadó és szemét illeték második részlete, szól a Városi Hivatal adóosztályának tájékoztatója. Július 4-én és 5-én kerül sor az 56. Gombaszögi kulturális ünnepére, amely pénteken 16 órakor a Városháza nagy termében konferenciával kezdődik. A gombaszögi műsor Meseudvarral délután 14 órától kezdődik. 16 órától a népművészeti gála műsorra kerül sor. A tombola húzás után este 20:30-kor a rock klasszikusok után fellép az Attila fiai társulat. Előadásukban a legnépszerűbb magyar rock operákból hallhat összeteket a közönség. Kedves nézőnk, szeretném felhívni figyelmüket, hogy június 26-án csütörtökön 13 órai kezdettel a Városi Televízió élőadásban közvetíti a Városi Képviselőtestület júniusi soros ülését. Napirenden közel 60 tárgyalási pont szerepel, köztük többek között a Póskerti szökőkút felújítása, vagy hány képviselő kerülhet be az őszi önkormányzati választások után a városi közgyűlésbe. A Rozsnyói Magazin új adása július 2. napján jelentkezik. Kollégáim nevében is derűs, nyárindító hetet kívánok Önöknek. A viszontlátásra!